Egyenes háttal ülünk, lábak talpon vannak, 90 fokos szöget zárnak be a combok a lábszárral. Karok nyújtva, tenyerek lefele néznek, és pici körzéseket fogunk végezni. Először hátrafelé, 10-szer. Majd ezt követően előrefelé, 10-szer. Egyenes háttal ülünk, jobb lábunkat hajlítva rátesszük a bal térdünkre, másik láb talpon van, majd mindkét kezünket rátesszük a lábszárunkra. Ezt követően megpróbálunk ráhajolni a lábunkra, és tartjuk. Nem rángatjuk, megtartjuk, ahol húzódik, 20 másodpercig. Majd ezt követően cserélünk, bal lábunkat fogjuk a jobb térdre rakni, és ott is elvégezzük ezt a nyújtó feladatot. Egyenes háttal ülünk, lábak talpon, pici terpeszbe vannak, derékszöget zár be a comb a lábszárral. Összerakjuk a tenyereket magunk előtt, vállakat nem húzzuk fel, és a tenyereket egymásba nyomjuk, megtartjuk 5 másodpercig ezt a szorító mozdulatot. Majd ezt követően ujjakat fogjuk meg, és széthúzzuk őket 5 másodpercig. Utána ismét összenyomjuk a tenyereket, tartjuk, majd a másik kéz jön fölülre, és így húzzuk szét az ujjakat. Ismételjük ezt a gyakorlatot 3-szor.